Körtiszt kérték, körtiszt kapták, a szervezők teljesítették a gyerekek kívánságát, így Széki Attila énekelt nekik az arévben. A koronavírus járvány miatt az elmúlt két esztendőben csak arra volt lehetőség, hogy eljutassák a lurkóknak a Mikulás csomagokat. Több mint 200 gyermek szórakozott a nézőtéren. A Fejér megyei Gyermekvédelmi Központ gondozottjai mellett a Szent Kristóf házból és a fehérvári Rákóczi általános iskolából is érkeztek gyerekek. Ezért a délutánért, ami most már egy szép hagyomány így az adventi időszak. A érdem az két kedves hölgy és mögötte évő magánszemélyekből álló csapaté, hiszen ők azok, akik megálmodták, hogy nekik van lehetőségük segíteni, támogatást nyújtani, kicsit szebbé tenni a nehéz helyzetben lévő gyermekek és fiataloknak az adventi időszakot, egyáltalán egy Mikulás napját, vagy éppen felkészülést karácsony szent ünnepére. Ők ezt megtehetik, és ezt évről évre megteszik. Úgyhogy ez egy gyönyörű kezdeményezés, ahol alapvetően szeretetet adnak át ezeknek a gyermekeknek és fiataloknak. És itt előbb fülem hallatára az egyik gyermek csak annyit mondott, hogy már nagyon-nagyon vártuk idén is ezt a programot. Úgyhogy ez szerintem a legszebb visszaigazolás. Köszönet ezeknek a hölgyeknek és uraknak. Nem csak Körtisznek örültek a gyerekek, a koncert után maga a Mikulás osztotta ki az ajándékcsomagokat.